tetszett. Tehát tulajdonképpen ez a Tesla-nak a konkurencia autója, csak nem sport kivitelben, hanem egy városi autó kivitelben. Tehát ez a Volkswagen ID3, ennek a fejlesztésén dolgoztam, most és jelenleg is ezen dolgozom. Aztán, hogyha lejjebb tekertek, akkor látjátok azt, hogy a Szent István Egyetemen is dolgoztam. Itt a Európai Uniós projektben vettem részt. Ez egy gyártási technológiának a robotizálása. Volt itt tulajdonképpen az volt a feladat, hogy amennyiben a mérnök tervez egy 3D-s mondjuk valamilyen CAD, mondjuk AutoCAD, vagy bármilyen 3D-s programmal egy modellt, akkor azt egyszerűen csak elküldi ennek a gépnek, amit itt láttok is, egy fanuk gép, és benne van egy kocka, alapanyag, és abból egy fém kocka, és abból tulajdonképpen kifaragja azt az alakzatot, amit megtervezett a mérnök. Ehhez ilyen CAD-CAM átalakítás szükséges. Úgy kell elképzelni, hogy van egy felület, amin van a kocka, és van egy fúró, maró fej, egyébként a fej az cserélhető is, és akkor hogy kell pozícionálni a fejet, úgyhogy mondjuk az így körbe menjen, vagy így oldalról is, meg a polírozását, meg minden ilyesmi vezérlés, tehát ezzel is foglalkoztam. Ez volt Bicskén, és tovább szintén párhuzamosan folyt mellett egy másik projekt, ez a MIR robotnak a programozása. Ha lejjebb görgetünk, fiúk. Igen, ez egy kicsit, tehát ez a második oldalnak a tetején. Tehát ez egy olyan eszköz, ami például kórházakban be tud gurulni az ágyakhoz. Ennek a ugye ez több részben áll, a talapzatára bármilyen felépítmény építhető rá, de ha gondoljátok, küldök róla egy másik képet is. Egy pillanat. És ez egyszerűen átalakítható akár arra, hogy mondjuk egy raktárban az áru feltöltésnél pakolja a dolgokat, vagy akár kórházban, tehát számos felhasználási terület van. Egyébként a metró kereskedelmi láncnak a raktárában teszteltük ezt az eszközt. Ez igen. Keresek is róla egy pillanat. Hát mondjuk ezt. Aztán majd készítek egy rendes előadást is erről, csak így néhány dolgot. Ami érdekel benneteket, arról meg majd részletesebben is mesélek szívesen. Itt éppen tesztelem ezt a robotot ezzel a felépítménnyel. Csippant, azt most megnézem. Igen, azt küldtem. Küldtem ezt a képet róla, hogy... Ezt egy messenger ablakban kell akkor megnéznünk ezek szerint, gondolom. Igen. Mi sem vagyunk ebben a marha gyakorlottak, hogy... Ja igen, itt van, látlak is rajta, állsz. Igen. Igen. Az volt még érdekes ezt finomítani, ezeket a mozgásokat, hogy kikerülje az akadályokat, akkor van ilyen adaptív algoritmusa, hogyha lehet akadályt, akkor milyen irányba kerüljön. Térképe van, ahol be lehet szépen állítgatni ezeket, hogy hogyan mozogjon. Tehát ez is egy érdekes témakör volt. Szóval, ha lejjebb tekerünk,
TCT csoportban is dolgoztam, itt pedig PLC szoftver programozás volt a fő feladat. Egy adott irodában kellett megoldani azt, hogy a PLC futó program ilyen környezeti kontroll adaptívan változom a környezethez, tehát például, hogyha meleg van, akkor elindítsa a ventilátorokat, akkor bekapcsolja a hűtést, akkor hogyha hideg van, akkor fűtsön, tehát ezt így és a lámpákat és a fényviszonyoknak megfelelően állítgassa. Ehhez is itt különféle ilyen programokat, elképzeléseket, mint például a hiszterézés és egyéb ilyen mérnöki problémákat kellett megoldani. Ugye ez azért jó ezek az intelligens épületek, mert akkor az energia hatékonyságot lehet növelni, hogy ne legyen az, hogy mondjuk egyszerre vannak nyitva az ablakok, de mégis hűtünk, és így tovább. Tehát egy ilyen környezetkímélő technológia is egyben, meg hát ugye az áramtakarékoskodás is fontos szempont. Ez is nagyon szerteágazó témakör. És előtte pedig a Knorr Bremsében dolgoztam 2011 és 2018 között. Itt szoftvertesztelőként és szoftverfejlesztőként is egyaránt. Először szoftvertesztelésre, majd fejlesztéssel foglalkoztam. A Knorr Bremse olyan vonatokat tervez, készít, amik nek a fék rendszere az komplet egységként kell elképzelni, tehát mind a szoftver, mind a hardware, tehát a mikrokontrollerük és a hozzátartozó elektronika benne van egy dobozban, és ugyanúgy a kiesztergelt létrehozott fém alkatrészek is, tehát ezt így egy kompletten egy egységként adják, és ennek a fékvezérlő kártyáján van mikrokontroller, és annak a bázis szoftverének a programozásába vettem részt. Bázis szoftver, ezt kicsit bonts ki nekünk. Hát a bázis szoftvert azt úgy kell elképzelni, hogy bázis. Base szoftver, bázis szoftver, alapszoftvernek hívják. Az ilyen technológiát úgy kell elképzelni, hogy van a vas, konkrétan a hardware. Uh-huh. És annak vannak driverei, olyan driverek, hogy mit tudom én, a flash írásolvasásához, akkor a CAN vezérléshez, adatok küldése, fogadása, ezek meghajtó programok. Ez a firmware rész, réteg, és a fölött van egy szerviz rész, ami tulajdonképpen egy ilyen operációs rendszer, és az egyéb olyan erős optimalizálás, ami ezt így egybefogja, annak a programozásával foglalkoztam. És ugye e fölött van az applikációs szint, ami meg már ugye azt adja meg, hogy mikor kell fékezni, hogyan kell fékezni, mi történik akkor, hogyha ilyen derailment történik, tehát hogyha a vonat mondjuk lefut a sínről, ilyesmi. Azzal én már nem foglalkoztam, én a driverek és az operációs rendszer szintjén programoztam tulajdonképpen ezt a fékvezérlő szoftvert. Ez hasonlított ahhoz, mint amit az, hogy a Simonyi, hogy a Word-öt írtál, tehát tulajdonképpen te egy user interface-t, egy ilyen operációs rendszerszerű kezelőfelületet biztosítottál, aztán utána majd a mérnökök megcsinálják a mérnöki munka részét, tehát te írtad azt a kezelőfelszínt, amit aki belenyúl, az lát ennek a fékrendszernek? Úgy kell elképzelni, hogy a villamos mérnök találja ki, hogy a mikrokontroller, tehát a chip körül milyen egyéb csippek legyenek, az ott forrasztják le. Láttam azt is, amikor ezeket forrasztották, készítették, tehát oda villamos mérnöki tudás kell. Uh-huh. E fölött van ugye az informatikus, én, a műszaki informatikus, aki
ezekre az összeforrasztott dolgokra írja meg a szoftvert, ami azt adja, hogy lehessen ezt használni. Igen, egyfajta interfész, egyfajta kezelőfelület. És e fölött van pedig a fizikus, aki pedig tudja azt, hogy jelfegyelemszerrel, meg egyéb ilyen úthoz integrál számítás, meg egyéb dolgok alapján, meg tudja mondani, hogy mekkora lesz az adott fékhoz, mekkora féknyomással kell fékezni, hogy ne legyen túl nagy a kopás se, egyenletesen fékezen, ne az legyen, hogy a rásható fékezik, és akkor egyenetlen lesz a féktárcsának a felülete. Tehát az meg megint egy másik témakör, az följebb van. Tehát amivel én foglalkoztam, az, hogy azt hogyan lehet használni, amit a villamosmérnökök összeforrasztanak, és egyfajta átadni egyfajta interfészt azoknak, akik az fizikusoknak, akik meg nem értenek a driverek szintjén a dolgok, hanem ők magát a vonatot. De ők akkor azt látták, amit te írtál, nem? Tehát azt a környezetet látták a mérnökök. Hát igen, iPodon tudnak ők hozzáférni ahhoz. De akkor te képernyőket dizájnoltál hozzá, tehát te neked ilyen nem grafikai... Nem, azt én nem, arra külön emberek, hát nagyon sokan, hát egy ilyen fejlesztő részlegen te dolgok. Te voltál az, ami adatokkal megtöltötted, a dizájnerek által megálmodott csak külcsíny, te belbecssel töltötted, meg működéssel, összekötődéssel. Te drótoztad konkrétan össze az, hogy... a külcsínt a belbecssel. Ezáltal így idézőjelbe drótoztad hát, össze. Igen. Ugye úgy van, hogy van a vonat, és annak vannak szerelvényei, és szerelvényenként is vannak kártyák, fékvezérlő kártyák. És én azzal foglalkoztam, hogy ezek a fékvezérlő kártyák, hogy össze vannak kötve egymással, most kvázi mondjuk úgy, hogy össze vannak drótozva, azon a dróton, amikor kommunikálnak, az egyik kiküld egy jelet, akkor a többi veszi, megnézi, hogy most az neki érkezett-e, ha neki érkezett, akkor átadja a alkalmazási rétegnek, hogy tudja olvasni, hogy az most az egy milyen adat, hogy fékezni kell, vagy nem kell fékezni. Tehát, hogy ezzel foglalkoztam, ennek a alapműködésével, mondjuk így. Na, hát ez... Erre nekünk szerintem egyet pihenni egyébként... kell, hogy ezt átfelfogjuk, meg átgondoljuk. Jó, persze. Kérdések a gyerekek részéről, mert én írtam össze 2-3-at. Jó, még van egy 5 percem, hogyha gondoljátok. Mert szerintem egy téma erre most a kezdő beszélgetés, hogy legalább tudjuk, hogy ki lesz a következő alkalom a beszélgető partner, és fölvettünk, tehát egy kicsit többet tudjanak. A bemutatkozó videódat majd megmutatjuk még egyszer, aki nem látta esetleg, de ez most nagyon jó hozzá. Ott volt a Szent István Egyetemes munkában az, hogy G-Code. Ez hasonló ahhoz a Go, ott is a G szó szerepelt. Ez a, most néztem, hogy van még egy standardhez, a drone standardhez, a Telo standardhez, ez egy a Scratchen és a CodeBlocks-on túl egy Go nevű, de ott is Go G volt. Ez lehet, hogy hasonló. Azt még nem láttam. Majd tehát Szent István Egyetem, tehát úgy van, hogy az a Fanuc 3D-s Esztergal gép, nek, hát ugye az egy japán, tehát az Japánból lett Bicskére szállítva, és annak a japán Fanuc gépnek a működéséhez, működtetéséhez kell egy G-kód. Ez egy CNC standard G. Szerintem ez a megnevezés. Amit én most elküldtem neked a beszélgetés előtt. Hanem Ez nem drónok vezérlésére van. Na ez jó, de a hát ez egy millióféle robotot vezérel, ez a Go-G-kód is, néztem ott az interfészben. Ez a nyomtatókat is ez vezérli, nem? Ez a G-kód, ha jól emlékszem. Azt hiszem abba kellett átírni, ami miután mi ez, lett rendelve a nyomtatónak, abba írja át alapból a program, ha jól emlékszem, G-kódba. Hát amivel én foglalkoztam, az, hogy én egy olyan programot írtam, ami fogja a 3D-s modellt, mondjuk például STL nyelven, de STL-ről is van szöveges, van bináris, stb. Tehát STL nyelv volt a bemenete, ezt feldolgozta, kiszámította, hogy a
CNC esztergépnek a marófeje milyen útvonalon menjen, tehát X, Y, Z, tehát valahogy így van, tehát X, Y és Z koordináták szerint. Egyébként magát a lapot, amin van ez a izé, azt lehet így is forgatni, meg lehet így is dönteni. Ez hát volt, amit küldtem neked. Szerintem ez az, nem? Tehát ez is millió robotot, meg interfész, meg minden. Itt is Go Robot G. Tehát ez akkor hasonló lehet, mint ami most minket majd is érjük. Küldök egy mintát, hogy néz ki egy ilyen kód. Elég egyszerű igazából. Meg kell mondani, hogy hol legyen a fej XYZ koordináták szerint. Na mindegy. Tehát tulajdonképpen bemenet volt az STL, 3D-s modell, kimenetként pedig kiadta azt, hogy a G kód sort, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt ki legyen faragva abból a kockából. Tehát ez tulajdonképpen. Gyerkőc kérdések most a mai napra? Mert ha nincs, akkor még én annyit, hogy te neked volt valami ötleted, azt megoszthatnád velünk. Igen, most nagyon jó, hogy nektek van drónotok. Én Kínába vettem egy helikopter, de az nem ilyen modern kamerás, mert hát ez 2010-ben volt, úgyhogy a modernebbek vannak azóta. Tehát arra gondoltam, aztán tényleg megbeszélhetjük, ahogy szeretnétek. Az, hogy van drónotok, azzal meg tudjátok azt csinálni, hogy felröptetitek a drónt mondjuk egy épülethez, legyen az akár egy templom, vagy akár a vár, vagy valamilyen szép látványosságot a csümegenes környéken. Le lehet fényképezni, sok fényképet lehet csinálni egy adott objektumról. És hogyha ez megvan, akkor ezeket a képeket be lehet rakni egy 3D-s programba, ami meg a végén készít egy 3D-s modellt, ezt 3D-s grafikának hívják, 3D-s modellt elkészíti, kiszámítja tulajdonképpen, hogy a pontoknak hol kell lenni azon referenciapontok alapján, amiket a képen lehet. Sok képből előállít egy darab 3D-s modellt, mondjuk egy várat, vagy egy templomot, vagy akár a kisfaludi gimnáziumok az épületét, és akkor azt ki lehet nyomtatni 3D nyomtatóval. Ez az egyik, amire gondoltam. Másik meg akár mondjuk egy saktáblát is lehetne nyomtatni, mert ez is egy olyan dolog, ami 3D-s alakzatokkal könnyen modellezhető. De mondom, bármi, nem kell lenne, az. Hogy úgy sakkozni, hogy drónnal tenni odébb a bábukat, mágnessel, ezek az erős neodímium mágnessel. De hogy rakja le a dróna a bábut? Hát megemeli, odébb viszi, leteszi, és az is ilyen tapadós talpú. De hogyha egy mágnessel van rajta a drónon, akkor a mágnes az hogy engedje el a drónról? Az, hogy a... hát igen. Elektromágnessel meg lehet csinálni. Az még nehéz lenne a drónnak az elektromágnes. Viszont ha a tapadó korong és nem várj. Jó, még gondolkodtam. Megmondom, ez mi ez a velkorotép, nem velkorotép, ez az űrhajós rögzítés, amikor hornyok egymást, tépőzár. Az lehet, hogy azt meg tudja szüntetni, hogy föl tudja tépni, de amikor hozzáér, akkor meg azért rögzíti, hogy mégse dől el. Na, az megoldható lenne. Jó, köszönjük az ötletet, bár mi próbáltunk ám ilyet. A macskáról csináltunk 3-400 képet, és nem volt tisztességes, amit a program megalkotott. 3D-ben sokat kellett volna pucolgatni. Gondolkodj még rajta, mi meg ötletelünk. A fiúk, még valami kérdés, mert most már tényleg 17 órát ígértünk neked időhatárnak. Igen, már nagyon indulnom kellene, de ha valami kérdés nyugodtan. 5 óra elmúlt, kérdésetek van-e, mert akkor én elbúcsúzok. Nekem nincs, nem. Akkor azzal búcsúzok el akkor Dr. Benkő Attilától, a kisfaludi rágjától, hogy itt van ugye a standard, meg az előbb ez a mesterséges intelligencia csipes TEL-OEDU. Hogyha van bármi ötlete, majd szedek össze még egy ilyen hasonló, mint a jövő hétre is, vagy egy ilyen meetingre embereket, és akkor addigra gyűjtünk még kérdéseket, te neked is lesznek biztos gondolataid, és akkor folytatjuk ezt a beszélgetést, és nagyon szépen köszönjük neked a lehetőséget. Én is köszönöm szépen. Köszönjük, hogy hallottunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Viszontlátásra!